Lépcső. Tolbamondást tartanak Tamásiban a Béri Balog Ádám katolikus általános iskolában. Hazánkban a 19. század végén a lakosság fele analfabéta volt, vagyis nem tudott egyáltalán írni és olvasni. Az UNICEF 1965-ben nyilvánította szeptember 8-át az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapjává. A kezdeményezés célja az analfabetizmus felszámolása. Horváthné Strigenc Éva azt mondja, nagyban megváltozott az elmúlt években is az írásoktatás. És érzékeljük, hogy nehezükre esik a finom motorika, tehát úgymond a finom mozgások, mert hiányzik a gyúrma, a tépés, a nyírás. Így nehezebb dolgunk van, és nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a felkészítő időszakban ezeknek a fejlesztésére, az íráselemeknek a pontosságának a figyelmére. A világon 773 millió felnőtt és fiatal nem rendelkezik az alapvető írás-olvasási készséggel. 617 millió gyermek és serdülő pedig nem éri el az olvasás és a matematika jártasságának minimális szintjét, derült ki a felmérésekből. Európa lakosságának 4%-a analfabéta, ami közel 30 millió embert jelent. Két álló egyenes és össze. A bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola egyik első osztályában a formák írását gyakorolják. Pestiné Kunos Boglárka magyar tanár úgy véli, egyre kevesebb az olyan ember, aki egyáltalán nem tud írni és olvasni, de több funkcionális analfabétával is találkozott már. Olyan hátrányos helyzetű családból jön a gyerek, és a szülő ír nehezen, például ha egy igazolást ír. És ott látom bizony, hogy a helyes írás küszködik azzal, hogyha kell például egy igazolást írni a szülőnek. Igen, tehát ott legfeljebb a nevét írja alá, tehát mást a szülő nem ír. Legutóbbi kutatások szerint Magyarország lakosságának 1%-a írástudatlan, és 6-7%-uk funkcionális analfabéta. Közülük sokan vannak, akik még a saját nevüket sem tudják leírni. Ez pedig azt jelenti, hogy a hivatalos ügyeket is csak segítséggel tudják elintézni. A szakértők szerint a digitális világ térhódítása nagy mértékben befolyásolja az íráskészséget.